A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai műsorunkban olyan embereket ismerhetnek meg, akik az életüket áldozzák arra, hogy másokon segítsenek. Pontosabban van, aki állaton és valaki embereken igyekszik a hétköznapokon segíteni. Ugye szeretném, hogyha megismernék Molnár Tamásné Zsazsát. Hát szerintem a Zsazsát nem kell egyébként nagyon különösen bemutatni a fehérváriaknak. Szia, és köszöntöm a tévénézőket is. És itt van velünk Magyar Balázs is, aki a Szent Kristóf házban tölti most a mindennapjait. Köszönöm szépen a meghívásodat. Majd egy kicsit kivesézzük akkor, hogy kerültél oda, illetve milyen kötődések vannak ehhez az intézményhez. Azért gondoltam, hogy meghívlak titeket ebben a műsorban, mert ugye, ha szoktátok nézni ezt a műsort, akkor abban látszik, hogy olyanokat hívok meg általában, akik sokszor szerepelnek azért a híradásainkban, és valami érdekességet tudunk velük kapcsolatban mondani a nézőknek, vagy mutatni. Azt szeretném, hogy egy picit ilyenkor jobban megismerjék, meg a másik oldalatokat is megismerjék, mert azért a híradásainkban nem túl sok a lehetőség arra, hogy ezen keretek között jobban megismerkedjünk. De akkor kezdjük veled, Zsazsa, mert azért téged többször is lehetett már itt a Fehérvár Televízióban, nem csak hogy a híradások kapcsán látni, hanem akár fehérvári beszélgetésekben, még azt hiszem, hogy nálam is voltál. Tehát én egy kicsit azért ismerem az életutadat, na de azért azt a kérdést, hogy nálatok Mizu, azért fel kell, hogy tegyem. Most egy picit maradjunk a jelenben, hogy most nálatok Mizu. Zajlik az élet nálunk is, tehát igazándiból az állatok körül pont olyan fennforgás van, mint az emberek körül. Az, hogy egy állattal hogyan bánnak a gazdái, gondozói, állattartói, az mindig függ attól, hogy az emberek hogy érzik magukat, és milyen körülmények között vannak. Ezt mi pontosan le tudjuk szűrni az állatmenhelyen. A jelenlegi, hát igencsak zavarodott helyzet, azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb helyzetbe sodorta az állatmenhelyeket, ez egyértelműen látszik a többi menhely híradásából is. Rengeteg kutya került az utcára, rengetegen vannak úgy, hogy nem kívánnak tovább állatot tartani, és igenis, hogy nagy létszámban lecsökkentek az örökbefogadó gazdáknak a számai, úgyhogy fel van adva a lecke rendesen, de csak pozitívan, tehát eddig is megoldottunk mindig minden helyzetet, megpróbálunk ebből is kimászni, amire azt gondoljuk, hogy igenis újra fokozottan kell folytatnunk az úgynevezett oktatói munkánkat, eddig is végeztük, de most aztán pláne nagy szükség lesz rá, aktuális, ugye pont október, ugye az Állatok Világnapjával összhangba hozható, és emiatt mindig rengeteg rendezvény van. Éppen most néztem meg a naptáramat, hogy igazándiból tavasz óta a 40. rendezvényre fogok most menni, és ez nagyon jó, mert nem én találom ki ezeket a rendezvényeket, hanem igény van rá, és az iskolák, az óvodák, napközis táborok voltak azok, akik arra szerettek volna megkérni, hogy mutassam be a menhely életét, meséljem el, honnan jönnek ezek az állatok, meg próbáljam meg a gyerekeket egy kicsit elnavigálni abba az irányba, hogy tulajdonképpen hogyan is kell állatot tartani. Mert lássuk be, hogy azért a mai gyerekek elég jól eltávolodtak a természettől. Erre ékes példa, amikor mondjuk egy olyan helyszínen tartunk előadást, ahol házi állatokkal is lehet találkozni, és nagyon rá tudnak csodálkozni egy bocira, egy malacra, vagy éppen egy nyuszira, úgyhogy igenis szükség van arra, hogy tanítsuk a gyerekeket. Balázs, nálatok Mizu, egy picit, hogy elmondjam a nézőknek, ugye az előbb az Askáról volt szó, igen, az Aska állatmenhelyről, mert ugye azt nem mondtam az elején, csak egy fél gondolat erejéig, és ugye a Szent Kristóf ház, ugye, ami az egyházmegye fenntartásában, vagy majd akkor ki is segítesz, hogy is működik. Ti pedig ugye felnőtt sérültekkel foglalkoztok, akik kiszorultak a munkavilágából, de azért majd erre is egy picit rácáfolunk szerintem. Tehát azért fontos, hogy tudják a nézők, hogy honnan jössz. Te pedig őket segíted a hétköznapokban. Így Mizu nálatok. Így van. Hát a Szent Kristóf ház ugye 2010-ben nyitotta meg a kapuit, és gyakorlatilag, hát a megelőző évben is volt már egy ilyen klub elnevezésű heti egy alkalom, amikor délutánonként foglalkoztunk
főleg a városban élő iskolát már elvégző, vagy iskola végén lévő fogyatékkal élő fiatalokkal. És akkor 2010-ben volt lehetőség arra, hogy végre megnyissa a kapuit a nappali intézményünk. Most napjaink ma már 40-45 fogyatékkal élő, szellemileg és fizikai akadályozott fiatallal foglalkozunk nap mint nap, nyújtunk számukra változatos programokat, fejlesztő foglalkoztatásokat, és tesszük szebbé, színesebbé, teljesebbé az életüket. Gyakorlatilag én 2010-es évek közepétől vagyok így intenzívben benne az intézmény mindennapjaiban, és azt azért elmondhatom, hogy korábban is nyilván a társadalmi felelősségvállalás, a hátrányos helyzetű szegmensek irányába a fordulás mindig is az életem része volt, és hivatásomként tegítettem rá, illetve fontos szerepet játszottam mindennapjaiban. Alapvetően én egyébként teljesen más szektorból érkeztem, idegenforgalmi közgazdászként szereztem 2 diplomát, de hozzá kell tennem, hogy ezekben a főleg turisztikai szektort érintő fejlesztésekben, projektekben is a speciális célcsoportok számára kialakítandó intézkedésekben is mindig én vállaltam azt a szerepet, hogy ezeket kidolgozzam, vagy olyan programokat, kínálati elemeket, attrakciókat hozzunk létre mondjuk egy fejlesztés során, amely fogyatékkal élőket is célcsoportként kezel, és speciális célcsoportok számára alakít ki specifikus szolgáltatásokat, úgyhogy ez már korábban is azért nyilván az életem része volt, hogy feléjük forduljunk. És 2014-ben a Nappal intézmény mellett egy támogatott lakhatás intézményi formában működő intézményrész is kialakult. Itt most 12 fő számára kialakított lakhatás működik. Ugye ennek a támogatott lakhatásnak az elsődleges eszméje, filozófiája, hogy fogyatékkal élőket segítünk olyan módon, hogy a lehető legtágabb értelemben önállóan tudjanak élni, de mégis egyfajta asszisztenciával, segítséggel tudják élni a mindennapjaikat. A függetlenségre nevelés, az önállóságra buzdítás és segítés a fő fókusz, és mindig nyilván egy segítő szakember mellettük van, és segít a mindennapjaikat. Ugyanakkor próbálom minél több önállóságra tanítani őket és buzdítani, és hát ugye az helyes önértékelés, a magabiztosság, az önbizalom nevelés, az mindig a sikerek útján épülhet, és ezért az ő általuk elért kisebb sikerek ugye növelik az ő önbizalmukat és magabiztosságokat, így a társadalomban is betölthetnek a későbbiekben, és folyamatosan egyre bővülő készségekkel, képességekkel fontos szerepet, és ennek igazából ez a fő fókusza. Ugyanakkor emellett mi is próbálunk egyre szélesebb spektrumban kialakítani partnerkapcsolatokat, sportklubokkal, iskolákkal, kulturális intézményekkel, ezáltal is elősegítve a társadalmi felelősségvállalásra való figyelem felhívást, illetve az érzékenyítést, és nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb társadalmi szegmens is megismerkedjen a fogyatékkal élőkkel, mert azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy értékteremtő folyamatot mozdíthat elő, és épülhet belőle minden résztvevő. Te hogy érzed magad itt? Hát azt gondolom, hogy ezekben a segítő szakmában csak akkor tudunk érvényesülni, és hitelesen hosszú távon működni, ha ezt nem munkaként, hanem hivatásként tudjuk végezni, és egy nagyon igaz mondás, hogy az emberek ritkán érnek el olyan dologban sikereket, ha lehet így mondani, ami nem a szenvedélyük. Tehát ha nem szenvedélyként, nem önazonosan hiteles személyként veszünk részt ezekben a dolgokban, akkor ez egy idő után biztos, hogy elhalványul, és nem valószínű, hogy hosszú távú sikereket vagy eredményeket fog generálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebbe önazonosan hitelesen tudok működni. Egyébként mellette megtartottam az eredeti szakmámat is, és vannak más tevékenység köreim, de azt gondolom, hogy most ez kapja a fő fókuszt mind időben, mind tevékenységek mennyiségét érintve az életemben, úgyhogy a személyes ambícióim is teljesülnek, hiszen mindig fontosnak tartottam, hogy másokból a lehető legtöbbet ki tudjam hozni, mentorálás, tényleg képességfejlesztések, úgyhogy itt van erre lehetőség, hogy az ember azt gondolom mindegyünk jóval többre képes, mint amit gondol magáról, és itt a fogyatékkal élők esetében pláne kifejezetten fontos, hogy sikerélményeik legyenek, nőjön az önbizalom, ahogy említettem már, és tudjanak fejlődni a mi segítségünkkel, pozitív visszacsatolásainkkal. Úgyhogy próbálunk minél inkább egy ilyen értékteremtő folyamatokat véghez vinni az intézmény munkája során.
Én azért azt hozzáteszem zárójelben, hogy nagyon-nagyon családias közegben. Ezt majd azért mindjárt visszatérünk erre egy picit. Arról beszéljünk, hogy általában, hogy egy kicsit jobban belelássunk a hétköznapjaitokba, miből áll mondjuk egy napotok? Mert azt tudom, hogy te már, nem tudom, ötkor... Fél ötkor indultam. Tehát abszolút változó, és én szoktam mondani, különben azért mosolyogtam itt az előbb, amikor erről a témakörről beszéltünk, hogy hogy lehet ezt a munkát végezni, mert pont erről beszélgettünk az adás előtt, hogy ahhoz nekünk egy kicsit lököttnek kell lenni, hogy abszolút beleéljük magunkat, és tényleg tiszta szívvel tudjuk ezt csinálni, mert ha most belegondolsz, hogy nekem reggel fél ötkor csöng a telefonom, és azt mondják, hogy jó estét, jó éjszakát, vagy jó hajnalt, ami éppen van itt a NAV, mert éppen ismét fogtak állatcsempészeket. Na most, ha ez nekem egy munkahely lenne, akkor azt mondom, még nem kezdődik a munkaidőm, itt viszont automatikusan kapcsol az agyam, és megyek, mert ez számomra egy kaland, el kell, hogy mondjam. Tehát én ezt azért élvezem, ezt a munkát, azon kívül, hogy rengeteg nyüge és rengeteg baja van, és iszonyatos mennyiségű megoldandó feladat, amit megint csak szeretek csinálni. Tehát én nehezen tudom magam elképzelni, úgyhogy ülök egy íróasztalnál, ezért nem maradtam könyvelő, és írom a számokat. Tehát azt gondolom, hogy ezek a mindennapra egy új kihívás, egy új kaland, hogy körülbelül tudom, hogy éppen melyik városban leszek, vagy mi fog rám várni, de az egyáltalán nem biztos, hogy a napon pont azzal fog véget érni, vagy pont azzal fog kezdődni, amit én beterveztem. És ezek adnak mindig erőt ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, mert minden egyes esetből mindig tanulunk, mindig új információkhoz jutunk, és hát természetesen sokan azt gondolják, hogy ez a civil oldal, ez olyan, hogy oda beültünk, és akkor az úgy elmegy magától. Én azt gondolom, hogy talán a civil pálya az egyik legösszetettebb. Mert itt mondjuk egy orvosnak tudni kell tanítani, vagy gyógyítani, egy tanárnak meg tanítani. De nekünk ezerféle, tehát nekünk kell tanítanunk, nekünk kell gyógyítanunk, nekünk egy kicsit jogásznak kell lennünk, nekünk egy kicsit pszichológusnak kell lennünk. Mindenfélébe bele kell tanulnunk ahhoz, hogy ezt így komplexen el tudjuk vinni, és átlássuk magát az egész folyamatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a civil élet minden nyugével együtt egy iszonyatosan jó életpályát tud adni annak, aki csinálja, de ahhoz mondom, egy kicsit előkötnek kell lenni, hogy te ezt tényleg azt mondod, hogy csinálni akarom, és nagyon szeretem ezt, amit én választottam, hiszen ugye, hogy te nem ezen a pályán indultál, múltkor, amikor így beszélgettünk, éppen azon gondolkodtam, hogy szerintem nekem valahogy ez meg volt írva. Mert én annyiszor bekerültem a kutyákhoz, és annyiszor kikanyarodtam a kutyáktól az életem során, hogy le kéne ülni és trigulázni, hogy hányszor mentem el, és mentem másik pályára, aztán mégis ott volt a kutya, és megint vissza. Egész addig, amíg oda kerültem, hogy most már tényleg csak kutyáim vannak jellemzően, de ez nem jelenti azt, hogy csak a kutyákkal kell nekem foglalkozni, hiszen a kutyák mögött mindig emberek vannak. Tehát én ugyanúgy beleesek ezekbe az emberi sorsokba továbbra is, ebben mondjuk nekem valami előnyt jelent az előző életemből, amikor a Sinosz Fejér megyei szervezetét, Siketek és Nagyot Hallok Fejér megyei szervezetét vezettem. Tehát mindig komplex életekbe esek. Ugyanúgy látom a hátsó részét annak a dolognak, ott a kutyalánc mögött látom a házat. Látom az embereket, látom a gyerekeket. Nem mondom, hogy nem visel meg nagyon sokszor, sok esetben, de nem az a célunk, és ahogy az Askát a legelejétől fogva próbáltam navigálni és irányítani, soha nem az volt a célunk, hogy siránkozzunk, és azt mutassuk be, hogy hú, milyen rossz most nekünk, hanem mindig azt próbáltuk megmutatni, hogy ide eljutottunk, ezt már megtettük, és amikor ezt már megtettük, de figyelj, innen indultunk. Tehát nem azzal akartunk soha hírnevet szerezni, hogy akkor kipakoljuk oda a sérült és beteg kutyákat, hogy akkor most mindenki szörnyűködjön, hanem amikor már összeraktuk a kutyát, akkor megmondtuk, na tessék, és akkor egy ilyen kis halvány fuvalat arra, hogy innen kezdtük, van benne 5 hónap munka, de figyeld, hogy csovizik, és milyen tök boldog, és milyen jól érzi magát. És azt gondolom, hogy ennek köszönhetjük azt, hogy elkezdtek az emberek arra az irányba fordulni az állatvédelembe, ahonnan a megerősítést és a pozitív útmutatást kapják. És azt látom, hogy ott, ahol a folyamatos siránkozás megy, a jajgatás megy, azt már így átlépik. Tehát annyira följebb ment ez az inger küszöbünk, hogy az minket már nem érdekel, nem arra vágynak az emberek. Arra vágynak, hogy mi a szép, meg mi a jó, és minek lehet örülni. Na ezt próbálom én átadni, meg szerintem mindenki, aki a civil téren van, hogy a jót megmutatni, és akkor szerintem egy kicsit jobb világ lesz.
Na de még arra a részére nem válaszoltál, hogy aztán mondjuk onnantól, hogy csörög a telefon, mi történik? Mert én el tudom képzelni, hogy bemész a menhelyre, és akkor gumicsizmát húzol. Most ez kivetés nem volt, a kórházba kezdtem, de az alap. Tehát én mindig elcsodálkozom azon, amikor így olvasom, hogy mit gondolnak az állatvédelemről, és mikor gyerekek jönnek hozzám, és megkérdezem, hogy szerintetek amúgy egy menhelyen mit kell csinálni, hogy gyerekek azt szokták mondani, hogy kutyát sétáltatni, meg simogatni. Tehát mindenkinek itt van. Én amikor ilyen állatvédelmi konferenciákon, akármiken osztom az igét, akkor el szoktam mondani, hogy nálam az állatvédelem onnan indul, hogy gumicsizma és lapát. Ha ezt megtanultad, ezek az alapok, hiszen a higiénia a legfontosabb az állattartásban. És én ugyanúgy lapátolok, tehát félreértés ne essék, én ugyanúgy slagolok, lapátolok, minden egyebet megcsinálok, aztán kifürdök, kis kosztüm, és megyek előadást tartani. Tehát azért mondom, hogy ez annyira hullámvasút az egész életem, mióta ebbe benne vagyok, mert a mai az úgy kezdődött, hogy ugye reggel elrohantam a hívásra, gyorsan mondtam, hogy oké, mindjárt ott vagyok, találkozunk az állatkórházba, akkor ne kelljen kimennem, ugye Pákozdon fogták meg őket a Pákozdi leállónál, ne kelljen kiautóznom, úgyis meg kell vizsgálni a cicókat, akkor behozzák a kórházba. És konkrétan ott benn eltöltöttünk 4 órát azzal, hogy megvártuk, még megjöttek a hatósági állatorvos, a jegyzőkönyvezés, a felszabadító határozatok és az egyebek, és elszaladtam mondjuk ide hozzád, majd innen visszarohanok az állatkórházba. De még azért közben van nálatok egy rendezvény is egyébként. Közben zajlik egy rendezvény, igen, úgyhogy még annyi időm volt, mivel nem sikerült ott lennem a rendezvény indításnál pont a cicóim miatt, ezért gyorsan összehoztam a rendőrség bűnmegelőzési osztályát a Tamarával, a kislányommal, jobb kezemmel, aki mindenem ott a menhelyen, és akkor mondtam, hogy innentől a tietek a buli, én nekem rohannom kell, mert már várnak a következő helyen, majd vissza fogok menni, megnézem, hogy hol tartunk a cicák tesztjeivel, mi lesz a teendő, megírjuk az oltási könyveket, megkapják a mikrocsippeket, lebeszélem, hogy hol lesz elhelyezve, ez betart majd néhány órát, majd hazamegyek, és elkezdem megnézni, mert holnap 2 helyen várnak, 2 különböző településen, általános iskolákban első 4-től 4. osztályokig tartok kis beszélgetéseket, ilyen interaktív beszélgetéseket a gyerekek, és akkor kiválasztom, hogy melyik anyagot fogom holnap elvinni a srácoknak, melyik filmekkel, és ha esetleg olyan hangulatom lesz még este, hogy nem tetszik, akkor gyorsan gyártok még egy újabb fajta programot, hogy változatos legyen, és mindenkinek tetszen. Tehát nem unatkozom, ezzel semmi probléma nincs. De élvezem, na, szeretek törődni. Az az igazság, hogy itt többször meg szokták kérdezni, hogy amúgy honnan van a szufla, meg hogy bírok én így rohanni, én azt szoktam mondani, azért nem állok meg, mert nem tudok elindulni. Tehát a baj ott van, ha én leülök, akkor onnan nehezen fogok fölállni a továbbiakban. Hát ilyen kis pörgősnek ismerünk téged. Hát én abszolút, én ez mindig így volt. Balázs, nálatok, nálad hogy néz ki egy ilyen nap? Hát kapcsolatban elsősorban a Zsazsához, azt is elmondanám én is, hogy nyilván a nekünk is a fő fókusz az mindig a pozitív és optimista hozzáálláson van, hiszen egyébként nem lehetne ezt hosszú távon ennyire dinamikusan csinálni, úgyhogy azt gondolom, hogy ha nem tudunk ebbe a pozitív szemlélettel belemenni nap mint nap, akkor hamar elveszteti a lendületét a dolog. Az biztos, hogy amit te is említettél, hogy a megoldás centrikusság, a kifogás fókusszal szemben az is egy alapvető érvényű és fontosságú dolog a mindennapokban. Végül is nap mint nap problémákat oldunk meg. Ezen van a fókusz, hogy problémákra megoldásokat találjunk, és tényleg a megoldás fókuszú szemlélet adja a mindennapokhoz az erőt és a dinamizmust. Úgyhogy a mindennapokat tekintve pedig nálunk is rendkívül sokrétű a teendők köre, és én is ezt el tudom mondani, hogy nagyon sok mindenhez érteni kell, és ha nem is érteni, de belelátni, és nyitottnak lenni, ambiciózus hozzáállással. Nálunk is kicsit pszichológusnak, pszichiáternek, gyógytornásznak, szociális segítőnek, esetfelelősnek, és nyilván a jogi hátteret is ismerőnek kell lenni ahhoz, hogy egy jó munkafolyamat valósulhasson meg a mindennapok során. Nekem például azt tudom mondani, hogy ha reggelen mondjuk egy irodában indul, és mondjuk egy beosztást kell összeállítani a kollégák részére, hasonlóan a Zsazsához, hogy utána pedig ő is mondjuk lapátot fog, vagy teljesen más munkakörben kell helytállnia. Nekem is előfordul, hogy mondjuk egy fiatal hozzám fordul bármilyen lelki, szihés, vagy bármilyen nehézségével, és akkor azt kell hirtelen megoldani, majd újra visszamenni egy irodai millióbe, és akkor ott folytatni akár mondjuk
a financiális dolgoknak a menedzselését, vagy a beosztáskészítést, de aztán, ha érkezik egy telefon, mondjuk, hogy a támogatott lakhatás részére egy kedves felajánló mondjuk szeretne egy masszázságyat, vagy bármilyen bútort felajánlani, akkor azért mondjuk, ha mondjuk én vagyok elérhető, akkor én elmegyek azért egy szállító autóval, és akkor elszállítjuk a lakhatásba, úgyhogy nagyon sokrétű a dolog. Minden nap próbálunk arra figyelni, hogy az intézménynek a mikrokörnyezetében főleg, de minél szélesebb körben a fiatalok részt vegyenek a társadalomban, és egyre több emberi kapcsolatot tudjanak kialakítani, hiszen ez az útja annak, hogy elfogadottabbá váljanak, megismerjék az ő értékeiket, lássák, hogy ők is egy olyan társadalmi szegmens, akik fontos szereplői tudnak és akarnak is lenni az intézménynek. Minden nap fontos pontja a napjainknak, hogy tartsuk ezeket a partner kapcsolatokat, ahogy említettem, intézményekkel, sportklubokkal. Nagyon sok Fejevár iskola, elsősorban a Ciszterci Szent István gimnáziuma van egy nagyon hosszú táv, rég múltra visszanyúló, nagyon értékes együttműködés kapcsolat, úgyhogy ők például az önkéntesség keretében, vagy a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű projektben is gyakran részt vesznek. Ők nagyon, azt gondolom, nagyon az értékkövető magatartás, ezáltal is tudják közelíteni az társaik felé, kortársaik felé, úgyhogy ezek a kapcsolatok rendkívül fontosak, és azt gondolom, hogy ez a társadalomba való beilleszkedés, integrálódás, ez a mindennapokban fontos szerepet kell, hogy kapjon, hiszen minél közelebb kerülnek egymáshoz a társadalmi csoportok, szegmensek, annál inkább tud együttműködni akár egy város közössége, minél jobban ismerik egymás igényeit, életét, szükségleteit, vágyait, értékeit és törekvéseit. Igen, hogy erre most már többször említettük az érzékenyítést, azért példákat is tudnék mondjuk hozni, hogy tényleg, amit mondtál, 72 óra kompromisszumok nélkül, vagy ugye az, amikor megadjátok a lehetőséget arra, hogy betekintsenek mondjuk egy-egy szakmába, és igen, akkor egy napra beállhatnak akár egy hotel portásának, vagy buszsofőrnek, vagy bárminek. Igen. Szóval, hogy meg hát rengeteg helyen találkozni veletek, tehát nagyon sok helyre viszitek őket kirándulni, mindenféle rendezvényekre, akkor volt szerencsém leforgatni, amikor ugye főztetek a hajléktalanoknak, és utána kivittétek nekik, szóval, hogy ez mind olyan dolog, hogy egyébként most is, hogyha beszélek róla, tényleg ráz a hideg, hogy mennyi mindent tesztek ti, és hát nyilván ehhez ők is kellenek, tehát, hogy annyira igen, lelkesen csinálják, hogy én azt gondolom, hogy tényleg öröm oda belépni hozzátok. Igen. És akkor még egy zárójelben azt is megjegyezném, hogy én ugye múlt héten volt szerencsém ott lenni nálatok, egy kicsit nézelődni, azt majd most nem áruljuk el a nézőknek, hogy miért, de majd lesz egyszer ennek valami eredménye. És hát azt látni tényleg, hogy egy nagy család, itt mindenki ismer mindenkit, mindenki szeret mindenkit, sőt, párok vannak, nem is egy, nem is kettő, okay, és hát valami fantasztikus emberek ők, tehát hogy látszik, hogy őket valahol a társadalom még nem rontotta el. Én nekem ez a igen, megfogalmazásom igen, van, hogy felnőtt gyerekek, de egyébként meg nagyon sokan nagyon értelmesek. És hogy csak néz az ember, hogy mi a probléma kb. Igen, igen. Mert nincs. Hát és toleranciát tanítanak igen, nekünk. Pontosan. Az úgynevezett külsősöknek, akik nincsenek ebbe benne, hiszen az az elfogadása, hogy ők tárt karokkal fogadnak mindenkit, és tényleg mindenkit elfogadnak maguk körül. Ezt azért tudom mondani, mert ugye mi szomszédok vagyunk, majdnem hogy, és én amikor megyek dolgozni, mindig látom őket, mikor reggel mennek az intézménybe, vagy éppen indulnak valóban sétálni. Mondjuk, mikor nekem viszik a sétáltatók a kutyákat, ők is mennek sétálni. Így van, így van. És integetnek, köszönnek reggelente, tehát abszolút barátkozóan, ők olyat tudnak, amit mi már elfelejtettünk. Igen. Maradjunk annyiból, hogy igen, ők még abszolút a nyitás az emberek felé, a kapcsolatok, a közösségek. És számos olyan alapértéket, vagy emberi pozitív tulajdonságot tudnak ők közvetíteni hitelesen, ami nagyon fontos, uh-huh, és teljesen önazonosan, hogy segítőkészség, alázat, tényleg türelem, másikra való odafigyelés, rendkívül magas érzelmi intelligenciával bírnak, igen, és ezáltal is tudnak teljesen egy olyan melegséget közvetíteni, ami azt gondolom, hogy utána a másik befogadó ember számára is egy tényleg egy példamutató dolog, és azért mondtam ezt, hogy nagyon fontos, hogy egyre több társadalmi csoport tudjon így kapcsolódni egymáshoz, mindenkitől lehet valamiben tanulni, fejlődni. És visszatérve még kicsit, amit említettél, hogy ugye tavaly évvégén volt egy ilyen
egy ilyen megmozdulás projekt, amit tulajdonképpen a nálunk fogyatékkal élő fiatalok találtak ki, hogy a fogyatékkal élők mint rászoruló között említhető társadalmi szegmens egy másik olyan társadalmi szegmens felé szeretett volna fordulni és segítséget nyújtani, önállóan is egy ilyen törekvést megvalósítani, akik szintén itt a hajléktalanokról volt szó, a fedél nélküliekről, akik szintén a rászorulók között jegyzettek, és karácsony előtt volt erre lehetőségünk, hogy a Városgondnokság által üzemeltetett a stadionban lévő melegkonyhás étterem segítségével 6-7 fogyatékelő fiatal főzött 100 főre egy tál meleg ételt, illetve a többi fiatalunk az intézmény pedig szintén hozzájárulva a projekt sikerességéhez élelmiszercsomagokat raktak össze, saját készítésű képeslapokat készítettek, és hát ez egy nagyon példamutató és értékteremtő projektként valósulhatott meg, és akkor kiszállítottuk ugye a hajléktalan szállóra ezeket a meglepetéseket, és hát nagyon megható pillanatok voltak. Úgyhogy ez tényleg az ő saját törekvésük volt, tehát mi nyilván adtuk a segítséget, és segítettünk a dolog menedzselésében, de ez egy nagyon értékes dolog volt, hogy tényleg fogyatékkal élőként, akik tényleg a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok között jegyzettek, és ők szerettek volna segíteni másik olyan rászoruló csoportnak, akik szintén számára nem adott meg minden az életben, és egy nagyon jó kis rendezvény volt tavaly decemberben. Azt gondolom, hogy ez kell egy ilyen intézmény is, mert amikor én például beléptem oda, akkor hát azt láttam, hogy most úgymond ezek a gyerekek nagyon jól neveltek. Tehát, hogy tudják, hogy mikor mit kell mondani, meg kell köszönni. Tehát, hogy amit mondjuk lehet, hogy mi sajnos szégyen bevallani, de lehet, hogy a saját gyerekeinkből hiányolunk, hogy hol van az a fajta jól neveltség, ami tényleg ő belőlük árad. Tehát, igen, hogy látszik, hogy ők amit mondanak nekik, azt úgy kell csinálni. Mert ők figyelnek. Igen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy figyelnek. Én ezt abszolút, ugye én rengeteget foglalkozom gyerekekkel. Lehet, hogy itt élem ki, hogy annól még szerettem volna tanár is lenni, ifjabb koromban, de látom a gyerekeken is azt, hogy van, aki tényleg nagyon le lehet kötni, és tényleg nagyon érdekel az adott téma. Nem mondom azt, hogy minden gyereknek az legyen az élet célja, hogy állatokkal foglalkozom, de egy-egy ilyen foglalkozás vagy érzékenyítő program keretében lehet, hogy éppen abba az irányba fog elindulni, hogy mondjuk Kristófnak lesz a jobb keze, mert én azt látom, hogy ugye van ez a kötelező 50 óra az érettségéhez, kötelező, tudod. Tehát már eleve sokan úgy jönnek, hogy kötelező, meg kell oldani. És bizony ebből a sok-sok kötelező gyerekből nekem rengeteg segítőm van. Már az elmúlt években, akik visszajárnak, most már bőven főiskolások, sőt van, aki már el is végezte, de még mindig bármi rendezvényben rögtön jönnek. Ha valamilyen segítségkérő posztot kiírunk, hogy mit tudom én, hűtőszekrényünk tönkrement, ki tud segíteni, abban például rendezkednek, intézkednek, próbálnak szerezni, fuvart hoznak meg. Tehát ezeket a gyerekeket így be tudjuk vonzani, azzal, hogy ő betévedt hozzám, és akkor lehet, hogy először kötelező renddel kellett neki jönni, de későbbiekben folyamatosan járt és járt. Volt olyan gyerekem, aki 3 éven keresztül folyamatosan, amikor szünet volt, vagy szombat volt, ő jött, a vége az lett, mi lett, vitte magával a kutyát az egyetemre föl Pestre. Tehát vannak ilyenek is, és azt gondolom, hogy ezzel adunk egy kis útmutatót. Nem biztos, hogy neki ezen a szakterületen kell maradnia, nem biztos, hogy állatorvos lesz, tehát nem feltétlen erre, de akkor is már van egy irányvonala, amivel ő bárhol máshol lehet, hogy óvónéni lesz belőle, mert ilyen is van, hogy önkéntesünk, aki aztán óvónéni lett, és folyamatos a kapcsolat, és jönnek gyerekekkel, vagy én megyek ki a gyerekekhez, viszünk kutyusokat, beszélgetünk, játszunk, és így mindenki a saját igeosztását meg tudja az adott területen tenni. Én szerintem ti is ugyanúgy vagytok, hogy akárhova mész, akkor biztos, hogy beszélsz a gyerekekről, biztos, igen, hogy mesélsz a programokról, barátaidnak is most éppen mit szervezek, ők is tovább viszik. És így alakulnak ki ezek a közösségek, mint akkor is, ha manapság azért már elég nehéz közösségeket összetartani. Ugye azért az elmúlt 2 év covidos időszak az mindenkit megviselt. És valahogy úgy bomlani látszottak az összeszokott csapatok is, mert hát azért egy elég erős dolog volt mögöttünk. Viszont most azt látom, hogy újra elkezdték az emberek keresni egymás társaságát. Tehát látom azt, hogy felnőtt emberek, családok jönnek ki, hogy kutyát sétáltatnak, mibe tudok segíteni. Még van időm, míg kezdődik a második fél év az egyetemen, addig én kijönnék, mit szóltok, ha minden nap itt vagyok, és jövök kutyázni, gyere, hát segíts. Tehát ide jutunk, hogy azért megpróbálják fölvenni a kapcsolatot, mert hogy adni jó.
Tehát sokan azt gondolják, hogy akkor tök jó, amikor kapok ajándékot, de szerintem akkor a legjobb, amikor én tudok adni, mert én vagyok boldog, mert látom, hogy a másik is tök jól érzi magát, és ezekbe a civil önkéntes dolgokba ezt nagyon jól meg lehet mutatni. Egy picit beszéljünk arról, most már mind a ketten emlegettétek itt egy kicsit a múltatokat, de hogy mégis honnan indultunk, és hogy jutottunk el idáig, hogy csöppentetek bele abba, amit ma csináltok. Kezdjük most akkor veled, Balázs, mert ugye te, én azt olvastam rólad, hogy voltál spanyol tolmács a Vidinél. Igen. Hát külső szakmai munkatársként, de igen, dolgoztam ott, főleg a spanyol-portugál edzői stáb mellett, segítve a klubnak az ilyen irányú projektjeit, kommunikációs projektjeit. De ehhez viszont olyan tanulmányokat folytattál, ugye? Egy kicsit menjünk akkor vissza. Én a József Attila, most már Tisztelt Szent István gimnáziumban végeztem a gimnáziumi tanulmányaimat, és akkor a gimnáziumot követően egy évet Angliában töltöttem, két etapban. Ott is egyébként már szerepet kapott ez a társadalmi felelősségvállalás segítés, hiszen egy konferencia központban dolgoztam alapvetően, de volt, hogy idős, ott oda érkező idős polgárok számára szerveztünk olyan városnéző túrákat, amiket ők maguk nem tudtak volna végezni, és akkor milyen kis buszokkal vittük őket ide-oda a munkánkon túl, úgyhogy ott is szerepet kapott ez a másokra való odafigyelés és segíteni akarás. És akkor ezt követően végeztem el az alap és a mester képzéses egyetemi főiskolai tanulmányaimat, mind a kettő diplomát követően idegenforgalmi közgazdászként végeztem. Az első időszakban szállodaszektorban helyezkedtem el Budapesten üzleti szállodákban, és főleg a rendezvényszervezés, banketmenedzsment, értékesítés, marketing területén dolgoztam, és főleg a mesterképzést követően, egyébként onnan jön ez a spanyol tudás is, hiszen kellett egy két szakmai nyelvvizsga, és az angolt követően a spanyolból szereztem meg a szakmai második nyelvvizsgámat. És akkor ezt követően tulajdonképpen a projektmenedzsmenttel kezdtem el foglalkozni. A volt egyetemi konzulensem, közösen menedzseltünk akár Európai Uniós fejlesztéseket, akár a Magyar Állam által indított projekteket. És akkor... ezt mondjuk, bocs, hogy közbeszakítok, de ez jól jön a munkádhoz. Abszolút. Ez a projektmenedzsment bevaló belátás és financiális támogatás, vagy különböző célcsoportok fele való nyitás, tehát sokrétű a dolog. Ebben is azért jó pár évet sikerült dolgoznom, és nyilván tapasztalatot szerezni sokféle vonatkozásban. A magánszektorban lévő cégek részére is dolgoztunk, önkormányzatok részére, minisztériumok részére, úgyhogy ez egy inkább irodában ülős, számítógép előtt történő munkavégzést jelent, nyilván a személyes tárgyalásokkal kiegészítve, és itt is már megfogalmazódott bennem az, hogy egy kicsit emberközelibb munkát is szeretnék végezni a mindennapokban, de közben volt még visszautalva a spanyol tolmácsi munkára, hogy a Vidivel is volt egy nagyon jó kis együttműködés, pár évig külső szakmai munkatársként tudtam a spanyol nyelvű levelezéseket segíteni, vagy a Videotonnak a média megjelenéseihez való spanyol nyelvű videós anyagokat segíteni, kialakítani, szerkeszteni. És akkor a projektmenedzsmenttel való foglalkozás utolsó éveben mindenképpen szerettem volna már kicsit ezt az ember közelébb mindennapokat megvalósítani. És hát 2014 körül kezdtem el dolgozni, akkor nyílt meg a támogatott lakhatás a Szent Kristóf ház intézménye mellett a bentlakásos rész, és így kerültem át a Szent Kristóf házba, mint főállású dolgozó. Tulajdonképpen az elmúlt 8 évben kisebb nagyobb megszakításokkal, hiszen volt egy-két alakon visszatértem inkább a projektmenedzsment és a saját szakmám irányába, de mondhatom, hogy az elmúlt 8 évet tekintve nagy részét teszik az életemnek a Kristóf ház projektjeiben való részvétel, és az ott élő fiatalok való foglalkozás és az ő segítése. És azt azért tegyük hozzá, hogy édesapáddal együtt dolgozol. Én édesapám az intézménynek a megálmodója,
a létrehozója, vezetője, úgyhogy azt gondolom, hogy egy családi vállalkozásnak is tekinthető olyan tekintetben, hogy édesapám volt a megálmodója, de tulajdonképpen az egész családunk kisebb-nagyobb módon becsatlakozott és hozzátett valamit az intézménynek az épüléséhez, a szélesebb körben való megismertetésére, úgyhogy mindannyian a családban azt gondolom, hogy részt veszünk, hogy minél sikeresebben tudjon és eredményesebben működni az intézmény. Micsoda hasonlóságok, ahogy hallgatlak. Tehát te is, mint a bumerág, mindig vissza-vissza tértél erre a területre. Te édesapáddal dolgozol, vele meg a gyerekem dolgozik, úgyhogy igen. A férjed sincs persze azért. Persze, hát nálunk komplet az egész, sőt a vejem is velünk van. Igen, azt gondolom, hogy amúgy, de tényleg, tehát hogy elmondtam, hogy kicsit lököttek vagyunk, és tiszta szívvel csináljuk, ha nincs mögötted egy olyan háttér, aki ezt megérti, hogy te miért akarod ezt csinálni, akkor nem tudod. Tehát, ha egy teljesen civil életben, vagy egy teljesen másik szakmában dolgozó társam lett volna, akkor azt mi nem tudnánk együtt csinálni, mert igazándiból azon kívül, hogy oké, én gyerekkoromban elkezdtem nagyon kutyázni, és akkor utána már jött ez az egész imádom a kutyákat és állatmenhelyi és hasonló szitu. 21 néhány éve, mióta a párom is ugye az állatkórházban van, azóta mi konkrétan együtt dolgozunk. Tehát mi a nap 24 órájában együtt vagyunk, egy témánk van, képesek vagyunk vacsora közben is összeveszni egy-egy eseményen, vagy éppen nem összeveszni, és azon agyalni, hogy hogyan fogjuk megoldani. Van ennek előnye, és van ennek hátránya is, amikor ennyire így benne és ebbe a dologban. De igen, tehát ez a család azért kell hozzá ott a háttérbe, aki egy kicsit úgy megtámaszt, meg te is megtámasztod a családot, mert ugye itt együtt tartjuk föl, hogy gondolom nálatok is hol a papa, segít egy kicsit, hol te a papának, mert ez csak így lehet csinálni, sehogy másképpen. De azért megfordult el a Herosznál is, még persze. Még az aspirét. Tehát nekem effektíve ez úgy indult, hogy negyedik emelet panellakás, anyukám szerint állatot nem tartunk, így kezdtük. Apukám is nagyon szerette az állatokat, de ma nem engedett semmiféle állatot. És hát az én koromban, múlt században, még a gyümölcs utca az javarészt elhagyott kertekből állt, ahova be tudtak menni a kóborkutyák. Ott volt a mi grundunk, mert nekünk még ilyen is volt, és akkor ott összeálltunk lakótelepi gyerekek, és akkor először volt egy Gömböc nevű kutyánk, sose felejtem el a Gömbit. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy végül is kinél lakott aztán a Gömbi, de ezt már nem tudom komolyan. Ez ugye több mint 40 éve történt. És akkor volt Gömbi kutyánk, annak is találtunk gazdát, volt egy Csaba doktor bácsink, aki beoltotta a kutyát, mert már akkor tudtuk, hogy egy kutyát oltani kell. És akkor így mindig próbáltuk a kutyusokat elhelyezni, meg gazdát találni. Természetesen akkor megint volt egy kanyar, mert akkor már jött középiskola, akkor már fiúk jöttek, akkor már barátnok jöttek, ment a kutya a levesbe. Nem volt annyira érdekes. Aztán megint egyszer csak előkerült a kutyatéma, és bekerültem a Héroszba. És akkor még az előző gárda, Gyöngyi már utánam jött, tehát én már akkor ott voltam, és akkor Gyöngyi akkor volt ilyen fiatal kezdő. Aztán hát ugye jött az a téma, hogy akkor menhelyet kéne vezetni. És akkor mondtam, hogy hát figyelj, nekem már van két gyerekem, tehát én nagyon szívesen ugye a háttérből el vagyok, de én nem vagyok képes menhelyet vezetni. Mondtam, ez 30 évvel ezelőtt. De aztán megtanultam, és ez nagyon fontos, hogy megtanultam. Mert hogy ezt sehol nem tanítják. Tehát konkrétan az egész állatvédelmet mi úgy tanultuk meg, hogy hála a tudósoknak, meg mindenkinek, aki kitalálta az internetet, és az országban volt egy fórum, ahol ezek a lökött csajok voltak, akik kutyáztak. És akkor az eseteket hogyan kell végigvinni, figyelj, milyen engedélyeztetés kell, mit kell csinálni, hogy kell egy weblapot szerkeszteni, hogyan kell egy kutyát hirdetni, egymást tanítottuk konkrétan, tehát én azzal a korosztály, aki a Noét kezdte, aki a Lelencet kezdte, tehát én ezekkel a csajokkal dolgoztam együtt, és így tanultunk együtt kutyázni, és akkor nagyon sok mindent tanultunk már annak idején, mert abban az időszakban a Héroszon keresztül részt vehettünk olyan képzéseken, amik nagyon fontosak. Tehát maga ugye a szervezetvezetés, de amit még fontosabbnak tartok, az önismeret. Én erre nagyon emlékszem, hogy először minket raktak helyre, és utána az, hogy hogyan rakjunk helyre mi másokat. Tehát először magunkkal kellett képbe jönni, hogy mi az, amit mi fogunk tudni csinálni, egyáltalán képesek leszünk erre. És akkor ezek a képzések ugye adtak egy bizonyos alapot, akkor megint abba hagytam a kutyázást, akkor utána foglalkoztam marketinggel, dolgoztam én a köfémbe, én voltam a titkárnő Gyöngye, tehát így ment szépen az életem, és akkor mindig voltak ilyen kutyás sztoriaink, és akkor férjem oda került
az állatkórházhoz, és én már a háttérből dolgoztam. Addig teljesen más szakmáim voltak, ugye jött a sinosz, ott megint iszonyatosan sokat tanultam, ugye a fogyatékkal élőkre már azért nagyobb figyelem volt abban az időben is, mint az állatokra. Tehát az állatvédelem az egy kicsit még lejjebb volt, de erre mindig azt szoktam mondani, hogy ugye a fogyatékkal élők azért voltak némi előnyben, ha a Kennedy családban nem született volna sérő gyerek, akkor senki nem foglalkozik a fogyatékkal élőkkel. Tehát jó lenne, ha valamilyen nagy főnöknek lenne olyan kutyája, akivel gond van, mert akkor az állatvédelmet is felemelnék. És akkor ugye a sinoszon keresztül megfolytatottak a képzések, és ott már nagyon keményen, amit kihagytunk a lényeget, hogy olyan profi pályázatírók vagyunk most már az elmúlt években, tehát ilyeneket megtanít, pályázatot kell írni, Szűz Mária, mi az, hogy pályázatot kell írni? Vezetéselméletet tanulni, akkor az emberi jogokról tanulni, tehát rengeteg olyan információt, új dolgot tanulhattam az évek során, hogy azért úgy így visszagondolom, útkor pakoltam, és akkor így elővettem egy ilyen dösszét, mert Jézus Máriám, ilyen is volt, ilyen is volt, ilyen is volt. És ez nagyon sok mindent adott nekünk, mert erre tudtunk építkezni a későbbiekben. És akkor ugye 2008-ban éreztem én úgy, hogy ott kell hagynom a sinoszt, mert rengeteg volt már a titok, aminek tudója voltam. Tehát amikor egy jelnyelvi tolmács az mindig ott van, és nagyon sok mindenről tud, ami itt van benne, és azt nem szabad kiadni, az mindenkinek a magánügye, és az úgy torlódik egy idő után, és úgy nagyon-nagyon sok volt, és mondtam, hogy most ugye elég az emberekből, most váltanom kell, és el kell mennem állatozni, és akkor engem fölhívott az állatkórház igazgatója, hogy úgy hallotta, hogy én fölmondtam a munkahelyemen, és akkor mondtam, hogy igen, és akkor azt mondta, hogy oké, 5 éve vár az asztalod. Uh-huh. Ez egy iszonyatosan nagy megtiszteltetés volt nekem, hogy ő oda meghívott, és tulajdonképpen hát kaptam 5 darab kennelt, és innen indultam el, és teljes szabad kezet, tehát annyi, én már akkor voltam annyira egoista, önimádó, nem tudom. Tehát azt mondtam, hogy én akkor tudok dolgozni, ha hagyják azt az utat, amit én elképzeltem. Tehát az volt a kérésem, hogy nekem ne akarjanak mindenféle dolgokat megmondani, mert ők még annyit se értenek egy menhely építéshez, mint én. Tehát ha valaki tudja, az én vagyok jelen felállásban, hagyjanak engem békén, minden nyugömmel bajom, és kaptam szabad kezet. És a szabad kéz eredményezte azt, hogy az idén 20 éves az Aska, jövőre 20 éves az Aska, jobban mondom, most még csak a 19-nél tartunk, én már ott tartok a 20. évfordulónál. Ez már a 20. évben van. Hát figyelj, ez már felnőtt kor túltaladtuk, és hát 20 év kellett ahhoz, hogy ide el tudjunk jutni. Tehát, hogy olyan legyen az a menhely, ami európai színvonalú, ami az ország egyik legjobban felszerelt állatotthona, hogy olyan közösséget építsünk ki, ami ott van, hogy olyan stábbal dolgozzak, akikkel együtt dolgozom, de ezt tanulni kellett 20 éven keresztül. Tehát mese nem volt, ezt folyamatosan tanulunk, és most is, tehát nem vagyok kész, én most is ugyanúgy megyek, tehát jövő hétre már megvan a meghívónk, és megyünk fel az egyetemre, és most éppen a szolgálati kutyákkal kapcsolatos jogszabályozási háttérről lesz előadás, és azoknak a tartásáról és egyebekről. Hála Istennek az Állatorvostudományi Egyetem erre nagyon odafigyel, és tényleg nagyon profi képzéseket ad, de emellett a civil szervezetek is nagyon jó programokat szoktak szervezni, és tényleg ez csak így lehet, hogy mindig tanulsz valamit, mert ami tegnap igaz volt, az már nem biztos, hogy holnap igaz lesz. Tehát, hát ez mindegy abszolút, és igaz. Mindig fogsz találni egy olyan különleges esetet, ami még nem volt, amit nem tudsz, hogy hogyan fogod megoldani, ha nekem egy olyan kavalkádos családi háttérből kell kihoznom egy kutyát, és közben még a gyámügyet is fel kell hívnom, hogy ez így nem lesz jó, hogy a 2 éves gyerek októberben mezít láb kinn az üveggel az udvaron. Tehát ez benne van, mint ahogy nálad is nem lehet tudni az, hogy éppen annak a sérült lánynak vagy fiúnak aznap milyen olyan gondolata van, ami nem odavaló, és mi az, amit helyre kell rakni. Tehát ez mindig egy ilyen abszolút felhívás, és azt gondolom, hogy amíg ez minket ennyire érdekel, ezt addig kell csinálni. Tehát amikor én úgy kelek föl reggel, dolgozni kell menni, akkor abba kell hagyni. Tehát akkor kell kilépni belőle. Mert akkor már nincs értelme, akkor már csak egy nyug. És hát gondolom, hogy azért küzdötök kell valamilyen szinten azért a hátterekkel is. Tehát, hogy ahogy mondod, hogy nem a kutyákkal van a baj, hanem a gazdikkal. Meg persze. Nem tudom, hogy esetleg így a szülőkkel nektek milyen a kapcsolatotok, meg van sok esetben, hogy nincs szülő. Abszolút, igen, sokrétű ez a kérdéskör is.
Úgyhogy hát minden fiatal esetében a szülőkkel, ahogy mondod, vagy ha mondjuk gondnoksága találnak, és már nem jönnek akár a szülei, akkor a környezetbe élő személyekkel is pontosan meg kell tartanunk, vagy meg ki kell alakítani azt a konstrukciós kapcsolatot, ami előre mutat, és tudunk együtt működni. De nyilván nem csak a nálunk lévő 40 fiatallal kell nap mint nap, vagy akár heti rendszerességgel mondjuk egy kapcsolatot fenntartani, hanem a körülöttük élőkkel, családtagokkal és egyéb személyekkel. És nyilván sokszor a családi hátterük, vagy az a szociális háló, ami körülöttük van egyébként az intézményen kívül, nekünk azt is idézőben menedzselni kell sokszor, és mondjuk tanácsokkal, vagy ajánlásokkal segíteni a családokat, hogy minél inkább egy értékes kapcsolat alakuljon ki, amely minden érintett szereplő részére ad egy előremutató dolgot. Úgyhogy azért mondom én is, amit te is mondtál, hogy itt nagyon sokféle emberrel, nagyon sokféle helyzettel kell nap mint nap megbírkozni, és nyilván tényleg ha valaki ebben nem látja már a szenvedélyét, nem tud a problémákkal és új kihívásokkal úgy megküzdeni nap mint nap, hogy az neki örömet ad, és a sikerek, a remélt sikerek és a remélt eredmények bevetett hite nem tüzeli nap mint nap, akkor tényleg ezt nehéz csinálni hosszú távon. Nyilván egy optimista, pozitív hozzáállás elengedhetetlen, és a probléma megoldó fókuszú szemlélet. Úgyhogy sok rétű a dolog, és azt gondolom, hogy tényleg ezt elhivatottsággal lehet csinálni, szenvedély nélkül biztos, hogy nem lehet. Most mindenki azt hiszi amúgy, hogy nekünk mindig minden sikerül. De nem. Igen, ezt akarom mondani. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy nálunk mindig minden gördülékenyen ment. Tehát nálunk is vannak mélypontok. Csak akkor abszolút. Nem azt mondjuk, hogy most beleestünk a gödörbe, hanem most mászunk ki. Mert ezt meg kell oldani. Úgyhogy nem mindig van az, hogy happy. Tehát nekem is van olyan napom, hogy Jézusom, most akkor mit és hogyan, és össze kell rakni. De nem, tehát de ha képes vagy arra, hogy úgy gondoljál arra a dologra, hogy már pedig ezt meg fogom csinálni, jönnek a nagy okosok, fejben dől el, igen, fejben dől el, tehát meg fogom csinálni, és meg fogom oldani, akkor sikerülni fog. Tehát ha nekem valaki 40 évvel ezelőtt, amikor a 14 éves kislányot húzkodta maga után a kutyát, és akkor 40 év az jóval több, húzkodja maga után, hogy te egyszer majd az ország egyik legnagyobb állatmenhelyét fogod vezetni, akkor... Hagyjál már engem, álmomban se. Anyám azt mondta, könyvelő leszel, én azt gondoltam, történelem tanár. Mi lettem? Menhelyvezető. De hát ennyire egyszerű az élet. Most lehet, hogy hirtelen el kell gondolkodnotok majd a következő válaszon, de hogy van-e olyan vicces vagy nagyon emlékezetes esetetek vagy élményetek, amit úgy megosztanátok a nézőkkel? Hát számtalan ilyen azt mondom, mind a kettőnk életében. Igen, erről is fogunk beszélni. Püspök atya gyakran meglátogat minket különböző ünnepek során, és egyszer volt van a Roland nevű fogyatékkal élő barátunk, egy ellátottként a lakhatásban lakik, és neki rendszerességgel visszatérő kedves szokása, hogy püspök úrtól elkéri az éppen nyakában lévő nagy keresztet, és akkor vagy elkéri, vagy megkéri, hogy hozzon neki is egy hasonlót, mert szeretné hordani. Illetve nagyon szerette Roland szintén a különböző egyenruhákat, akár legyen az mentős, rendőr, tűzoltó, vasutas, és valahonnan szerzett ő magának egy rendőr egyenruhát, és pont az Interspárba kísértem őt, ment vásárolni, és végig vonult az autók mellett, és annyira rémült arcokat láttunk az autóból kitekintve, mert tényleg egy olyan karakán, markáns arccal rendelkező fiúról van szó, hogy a rendőr öltözetben és mindenféle kitüntetéssel a vállán egy olyan hatást ért el, hogy nagyon meglepődtek. De neki mindenféle mániája van, tehát hogy a volános felszerelés, abszolút. Vagy szerelése igen, is van, meg nem tudom, nekem felsorolt egy párat, hogy mi mindent szerető csinálni, de nekem is egyébként, amikor ott voltunk nálatok, akkor a telefonomat vitte, és majd megmutatom adás után teleragasztott a matricákkal. De nagyon kedves. Én most ezen gondolkodtam közben, hogy mi lehet velem. Én, aki engem ismer, meg szokott olvasni, akár a Skoda oldalon, akár a saját oldalon, a Facebookon, tudja azt, hogy én ilyen sírva röhögős posztokat szoktam írni, ha nagyon ki tudnak akasztani.
Tehát még a legnagyobb bánatomat is képes vagyok úgy elmondani, hogy a végén már önmagamon is röhögök rajta, és most így hirtelen zakatolt az agyam, hogy mi lenne az, és eszembe jutott egy teljesen mások számára teljesen hétköznapi sztori. Amikor megfogunk egy kutyát, leolvasok a mikrocsippet, és még telefonszám is van benne, fölhívtam a hölgyet, és egy idős női hang volt, abból, hogy a háttérbe telitorokból ordított a tévé, én már tudtam, hogy itt baj lesz. Tehát nagy valószínűséggel a néni keveset hallhat, ugye nekem volt némi tapasztalatom a hallássérültekkel, hát próbáltam túlövölteni a tévét, és nagy nehezen, nem tudom, vagy 5 perc után végre megértette, hogy Buksi nálam van. És akkor mondta, hogy ne vicceljek vele, neki van valóban egy Buksi nevű kutya, de ez nagyon ronda vicc. És akkor mondtam a nének, de tessék megnézni az udvaron a Buksit. És akkor eltűnt a néni, üvöltöztem egy órán keresztül, egyszer csak előkerült, és azt mondta, hogy aranyoskám, elveszett a Buksi. Ja Istenem. És akkor mondtam neki, hogy na megvan a Buksi, itt van velem, hogy én milyen aranyos vagyok, hogy én milyen ügyes vagyok. És akkor mondtam neki, hogy tessék otthon maradni, üvölte természetesen, mindjárt viszik a fiúk a kutyát. Jó van, majd akkor várom őket. És úgy lelki szemeim előtt megjelent, mondtam a fiúknak, srácok, dudáljatok, csöngessetek, üvöltsetek, hogy szegények ott állnak a kapuba, és megpróbálnak a nénihez bejutni, aki ugyanúgy nem fogja hallani, ahogy a telefon nem hallotta. Tehát ilyenek is vannak, amikor ugye küzdesz, de tényleg egy órán keresztül küzdesz egy telefonbeszélgetésre, hogy megértesd a túloldalon lévő, arról nem tehet a néni, hogy ő nem hal, de hát nekem valahogy kommunikálni kéne vele. És ilyen szitukkal mi abszolút tele vagyunk, hogy tehát nem csak rosszak vannak, vagy amikor bemegy a vidám parki tóba egy kutya, és hát valahogy ki kéne hozni, és nem nagyon sikeredik, mert hát senki nem gondolt arra, hogy mi aznap úszni fogunk, de milyen jó, hogy laknak ott a környéken. Tehát gyorsan hoztak le egy gumicsónakot, amit fölfújtak, amivel egészen addig nem is volt baj, amíg a kollega be nem ért a tó közepére, mert akkor derült ki, hogy a gumicsónak ereszt, és így, ahogy volt, összecsukódott, Pistán be a tóba, és kénytelen volt uszásra kihozni a kutyát. Úgyhogy vannak ilyenek is, de én azt gondolom, hogy az összes többit, a dühítőket is, hogyha ha éjjel 3-kor fölhívnak azzal, hogy jó estét kívánok, szalad utánam egy macska, mit csinálnak? Hát mit kell ilyenkor mondani? Menjen gyorsabban. De ennyi, így kell kezelni. Na még egy pár gondolatot beszéljünk arról, hogy milyen terveitek vannak így a jövőre nézve. Ott látok egy könyvet, igen, ami már nem terv, hanem egy megvalósult, igen, dolog. Igen, Askalandjaim, hát ugye, ahogy mondtam, hogy én szoktam. Mutassuk meg egy picit valamelyik kamerának. Merre megyek? Szerintem arra. Úgy, aha. Jó, tehát van egy Askalandjaim. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan is jöttünk mi létre, tehát honnan indultunk Ötkeneltől, és hogyan, és kikkel. Nagyon sok barát meg van benne említve, és hát ahogy a borítón látszott, természetesen miről szól, kutyáról. Kutyás történetek vannak benne, igen, vannak benne szomorú történetek is, vannak benne nagyon vidám történetek is, és azt gondolom, hogy nem ez az első, illetve ez az első, de nem ez az utolsó, mert hogy pont akkor, mikor összeszerkesztettük az anyagot, és a képeket raktuk, akkor sorban mondták, hogy őt se raktad bele, tehát a mi 20 évünkben azért annyi minden történt, hogy bőven van mit mesélnem, és hát aki állatbarát meg érdekli azt, hogy egyáltalán mi hogy működünk, hogy élnek ezek az állatmenhelyek, és mi minden történik velünk, őnekik tényleg csak ajánlani tudjuk, hogy olvassák-e, ismerjenek meg minket jobban, hát ha jobban megértik az állatvédők életét. És hát természetesen ebbe is benne van, amit mondtam, hogy nem csak az állatokról beszélünk, hanem nagyon-nagyon sok emberi sors van benne, mert hiszen az állatok nem önmaguk élnek, hanem mindig emberek társaságába, és óhatatlanul is nekünk bele kell kerülnünk az emberi sorsokba. Már csak egy kis kérdője van bennem, hogy mégis ezt mikor írtad meg? Éjjel. Éjszaka, gondoltam. Igen. Hát ezek hosszú éjszakákban telettek. De aki ismer is a beszélőkémet ismeri, azért olyan hosszú éjszakák nem kellettek hozzá. Tehát jön egy iklet, és akkor vakon írok gépen, tehát ezzel nincsen probléma. Ez hamar megvolt. A gondom az volt tényleg, hogy hogyan vágjam meg, mert ez ugye 300 oldal jelen felállásban, tehát azért ettől többet nem akartunk egyszerre rá ömleszteni az emberekre, úgyhogy van még bőven anyag, amit kivagdaltunk, hogy majd a következőbe fogjuk beilleszteni. És hát ami tulajdonképpen végigmegy, aki követte a munkánkat, tudta, hogy én Bagirával, az Újfullandimmal együtt dolgoztam. Ugye terápiás kutyaként jártam az iskolákba, és tavaly itt hagyott minket a Bagi. És igazándiból neki is egy kis emléket állítok azzal, amikor ugye az oktatásainkat, a rendezvényeinket és a kalandjainkat mutatom be, a kutyának a
történetén és életén keresztül is, hiszen ő abszolút napi részese volt annak, és annak ellenére, hogy ő egy tényleg úgynevezett nagyon szép fajta tiszta kutya volt, rengeteget tett azért, hiszen lehet, hogy én állhattam volna ott egymagamban, és senkit nem érdekelt volna, még a kutyát se, hogy hát mi van a menhelyes kutyákkal, de mert ott volt velem egy medve, a medve oda hívta a látogatókat, a látogatók, ha meg már ott voltak, akkor persze, hogy muszáj volt meghallgatniuk engem, mert se nem volt, és akkor mi rengeteg-rengeteg történetet elmeséltünk így a kutyával együtt a rendezvényeken, úgyhogy én nagyon remélem, hogy sokan elolvassák, és azt is, hogy hamarosan kijön a folytatás is. Na, ezt akartam kérdezni, de akkor ezt meg is válaszoltad. Igen. Akkor ezek szerint van még nagyon sok. Jaj, bőven. Balázs, te fogsz könyvet írni a Szent Kristófházról? Érdemes lenne. Előfordulhat, mert rendkívül, tehát az elmúlt meg is 12 évben most már rengeteg olyan élmény, tapasztalat, jó gyakorlat felhalmozott, hogy azt gondolom mindenképpen fontos a tapasztalatcsere és mások számára a történő megismertetése a különböző szakmai vagy nem szakmai élményeknek és dolgoknak. Egyébként a mi közeljövőnket illetően, amik jelentős törekvések vagy célok, hogy az látható, hogy akár városi, megyei, de nyilván országos szinten is nagyon nagy igény mutatkozik további intézmények létrehozatalára, vagy bentlakásos intézmények kialakítására. Akár a mi intézményünket illetően is számos nappali ellátásban lévő fiatal részére is a közeljövőben nagyon fontos lenne egy bentlakásos intézmény megvalósítása. Most tervezünk kialakítani a közeljövőbe, ez nagyon sok külső körülménytől, kondíciótól függ még, de úgy néz ki, hogy egy jó működő együttműködést sikerült kialakítanunk egy külső partnerünkkel, és egy több szereplőből álló partnerség keretein belül szeretnénk kialakítani egy második támogatott lakhatást, úgyhogy most erre helyeződik az egyik fő fókusz, és ezt szeretnénk minél hamarabb létrehozni, hiszen mondom, nagyon sok család, ahol már idős szülők vannak, és már nem megoldható a fogyatékos fiatalnak a mindennapjának az ellátása, nekik nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ilyen nappali és bentlakásos intézmények segítséget tudjanak nekik nyújtani a gyermekeik ellátását tekintve, úgyhogy most erre próbálunk minél több erőforrást csoportosítani, és erre fókuszálunk, hogy ezt a második támogatott lakhatást sikerüljön megvalósítani. És azt gondolom, hogy most ez az elsődleges egyik törekvésünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a meglévő ház mellett lenne még egy. Igen, ez egy 12 fős ugye működő támogatott lakhatás, és tulajdonképpen nem is messze, ugyanabban a városrészben, Maroshegyen sikerül valószínűleg majd létrehozni ezt a második támogatott lakhatást, ahol szintén a kezdetekben valószínűleg egy 6-8 fő, de akár beüthető később, és ezt szeretnénk most minél inkább, minél gyorsabban megvalósítani nyilván a lehetőségekhez mérten, hiszen mondom, óriási igény mutatkozik arra, akár csak az általunk ismert fogyatékkal élő fiatalok tekintetében, de nyilván szélesebb körben is, akár csak a megyei szinten valószínűleg több száz olyan fiatal van, akinek vagy nappali és bentlakásos intézményi ellátási igénye is jelenleg is aktuális, úgyhogy mindenképpen fontos. És nyilván együttműködünk megyei országos partnerszervezetekkel, hasonló szektorban működő intézményekkel, hogy minél több tapasztalatcsere útján, jó gyakorlatok átvétele, átadása segítségével a lehető legszakmaibb és legelőre mutatóbb intézményi formát és intézményi működést tudjuk megteremteni. Úgyhogy most ezt mondanám, hogy egyik legfőbb törekvésünként és célunkként. Na hát én szurkolok, hogy ez összejöjjön, meg a könyv is összejöjjön. Szerintem nem ez volt az utolsó, hogy beszélgettünk, mert hát itt még sok minden lesz, ami fog a jövőben is a környezetetekben történni, illetve az intézményeitekben. Egy olyan ötletem támadt hirtelen, hogy elvihetnétek őket sétáltatni a kutyákat például. Ott vagyunk egymás mellett, úgyhogy igen. Vagy éppen elmenni hozzájuk a terápiás kutyákkal. Igen. Tehát erre is van lehetőség. Mindig van együttműködés. Abszolút. Mindenhol. Igen, tehát akárhova megyünk, mi mindig találunk partnert magunknak. Na, csak szóljatok nekünk. Igen, hát a nyitottság az mind a kettőnkben megvan. Ez így van. Tehát ennek semmi akadálya nincs, azt gondolom. Megvalósíthatóvá válik egy
közös meg projekt. Hát ugye én ajánlottam is nektek, hogy akkor a fiatalokat hozzátok el ide hozzánk, mert mi szívesen látjuk őket, és stúdió látogatásra. Nagyon-nagyon aranyosak voltak, amikor említettem, mert mondták, hogy mindegyik ki akarja próbálni a híradózást, meg a súgógépet, mindent. Hát hozzátok meg gyakran, megyünk, úgyhogy menni fogunk. Jöttök, mindig meg csinálunk programot nektek. Nem mondom, hogy sajnos, mert szeretünk veled beszélgetni, de sajnos menni kell sokat. Sajnos menni kell, így van, így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.